Feltétel nélküli szeretethez feltételekkel teli kapcsolat kell. És ez engem annyira megfogott, és ezt kérdeztem az atyától, hogy ezt hogy, hogy kell értelmezni pontosan. És utólag én ezt tudom mondani, hogy ez kell a házassághoz. Sziasztok! Ez itt a 777 Podcast úton rovata. Ma egy különleges adásunk van, ugyanis itt van velünk egy vendég is, Bonifert Rita, a 777 csapatából. És rita párkapcsolati útkeresésről annak a sokszor nem egyszerű folyamatáról és a házasságig vezető útról fogunk beszélgetni, és meg sok minden másról. Szia Rita, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat! Sziasztok! Én köszönöm a lehetőséget! Szerintem kezdjük a legeleiről, mert hogy amikor párkeresésről beszélünk, akkor azért mindenkibe van egy akár képzeletbeli, akár leírt lista, hogy, hogy mi a, mik a szempontjai és milyen társa vágyik neked, mik voltak ezek a szempontok. Hát a történetem elejét azt onnan indítanám, hogy egy olyan vallásos családban nőttem fel, amely nekem egy tökéletes példa volt arra, tehát maguk a szüleim voltak példaképek, hogy létezik olyan házasság, amelyik valóban példaértékű, és, és ezáltal nekem sok remény nyújtottak abban, hogy, hogy tényleg létezik hosszantartó és örök szerelem kvázi. És, és ezt a példát kapva én is erre törekedtem, ám a gimnáziumi évek alatt, meg meg később is azért voltak rögös útjaim ebben és nagyon érdekesek ezek a szempontok, mert én egy introvertált lány voltam, és emlékszem arra is, hogy imádtam belemerülni a saját magam alkotta rajzaimba, egy álomvilágba, míg mások mondjuk tiniregényekbe, vagy filmekbe látták meg a zsánerüket, addig én főleg a saját maga alkotta kis rajzokba, ami leginkább a kémia, matek füzetekbe jelent meg nagyon sokszor. Nem is értem miért, de... Reálos tárgyakkal nem voltam annyira kibékülve és ilyenkor jobb volt álmodozni, azért főleg tini időszakban. És hát ez viszont egyszerre jelentett hátrányt meg elő, előnyt a későbbiekben. A pozitívuma főleg az volt, hogy nagyon határozott elképzelés voltak, mert a történeteimbe olyan férfiakat meg olyan szereplőket kellett alkotni amik pontról pontra kellett tudnom az, hogy a jó oldala, a pozitívum, vagy előnyei, tehát, hogy mindvégig arra törekedtem, hogy egy nagyon konkrét példa álljon előttem. Ezek be tudják persze korlátozni az embert, ugyanakkor pont azt veszem észre, hogy néhány tinélányjal beszélgetve két mondatban nem tudják összefoglalni azt, hogy uh -huh. egyébként ki az ideális pár számukra. Uh -huh. Tehát, hogy van ennek előnye, hátránya, az én történetem vagy, a, a, amin én végigmentem mondhatni, ez volt így a, a párválasztási szempontok előfutára a mm -hmm. kis rajzaim. De azt hiszem, egyébként a Pál Feri hangsúlyozza is, hogy hát hogyan tudnád megtalálni azt, akit keresel, hogyha nem is tudod azt, hogy kit keresel. Szóval, hogy ja, nem azt mondom, hogy nagyon határozott körvonalainak kell ennek lennie, de hogy mégis azért szerintem ez egy egészséges dolog, hogy voltak elképzeléseid. Igen, de? igen, igen. Amit én tudnék a szempontokból így felsorolni, hogy én két külön kategóriára választottam. Volt az egyik alapvető, nagyon fontos, szinte kötelező szempontok, és volt az a mellékes, ilyen, de jó, ha van. Tehát mint uh -huh. egy álláskeresésnél azért de, de, pont az, az utóbbi inkább azok, amik mondjuk öltözködési stílus, hobbik, tehát ezek az ilyen mellékesebb, amik, hogyha össze tudjuk egyeztetni, ez tök jó, ha nem, attól még lehet, hogy el tudjuk engedni. Viszont az alapvető, amik a gyökereinkig hatolnak, abban én eléggé kitartottam, és ilyen volt például a vallásos alap. Tehát nekem ez nagyon fontos volt, hogy, hogy legalább egy szinten legyen az Isten hitünk, vagy Istenről alkotott képünk, és ha ez nem egyezik, attól még lehet, hogy, hogy egy ideig kitart a kapcsolat, de viszont vagy nagyon rögös út lesz ebből, és később majd reflektárok rá, hogy volt, volt ilyen is, vagy pedig nem biztos, hogy olyan tartó lesz, és ezért nekem így, így utólag is visszatekintve ez egy ilyen meghatározó pont volt. A másik a családról, illetve a pozitív világkép tudtam azt magamról, hogyha egy olyan párom lesz, aki nem látja annyira maga előtt a jövőt, vagy a családunk előtt a jövőt, vagy mindennapi munkából úgy jön haza, hogy szinte a másikat is lehúzza, és ezt húzhatom akár a hivatásra, a, tehát ilyen, ilyen általános világkép, mert akár Munkából a, a politika, bármi olyasmi, ami nem összeegyeztethető, ez alapvetően az ember gyökereibe hatol, és akkor nem tudja másikat inspirálni. Vagy egy szinten, vagy pedig folyamatosan növelni pozitívumokat átadni. Szóval számomra ez a főleg, ez a két-három dolog volt, ami, ami szerintem egy nagyon fontos egyezési pont kell lennie ahhoz, hogy egy kapcsolat biztos alapokra tudjon épülni. És említetted azt, hogy rögös volt azért ez az út, az ismerkedés, a párkeresés útja. Kíváncsi lennék arra, hogy, hogy mennyi ideig tartottak az előző kapcsolataid, mert ugye említetted így beszélgetésen kívül, hogy azért volt néhány barátod, mielőtt még megismerted volna a mostani férjedet, Igen. és hogy mi miatt nem működtek ezek a kapcsolatok. Igen, alapvetően azért el tudom mondani, hogy én mindig hosszantartó kapcsolatot törekedtem, és nem értek kapcsolatokra. Tehát ember tervez végez, meg, meg közben persze én is alakítottam az útjaimat, utamat, és általában elmondhatom, hogy egy fél éves, maximum két éves kapcsolatok voltak ezek, amiket én, amire én törekedtem, meg ahogy alakultak, tehát, hogy nem ezek a egyik napról a másikra és változtatom, tehát alapvetően kitartottam a mellett, sőt, én mindig arra törekedtem, hogy ha valami romlik is, azt mindig hozzuk helyre, akár imával, akár kommunikációval, bármi, de, de ne az, hogy az első pillanatban kilábalni belőle is egy újabb lehetőséget nézni. Ami miatt nem működtek, az egyik, az pont a, a vallási ö, hovatartozás, vagy inkább úgy mondom, hogy a a vallás és a szexualitás összefüggése, mert az egyik páromat pont úgy ismertem meg, hogy ő bár református volt, de nem gyakorolta, nem is volt neki ez fontos szempont, és egy idő után elérkeztünk oda, hogy, hogy akkor a szexualitás is szóba került, én meg kijelentettem, hogy addig, amíg nem látom annyira határozottan a körvonalát annak, hogy mi meg sem állunk az oltárig, addig nálam ez nem nagyon jöhet szóba. És ez olyan szintig fajult ez a, a beszélgetés, és utána az egész kapcsolatunk, hogy ő rájött, hogy így viszont nem tud mellettem élni. Úgyhogy ez volt az egyik ilyen térválasztó, és ilyenkor nagyon határozottnak kellett lenni. Tehát itt jöttek szóba azok a szempontok, amiért azt mondtam, hogy mondani, van egy kiállásom, egy elvem, és hogyha így nem kellek, akkor akkor meg ami voltam, nem kell annak a férfinak. és És ez volt az egyik szempont, ami miatt nem működött. A másik pedig pont ennek a szöges ellentétje, ami akkor jelent meg, amikor mindketten vallások voltunk. Szinte egy szinten volt ugye az Isten képünk, Isten hitünk, nagyon sokat imádkoztunk, beszélgettünk, és közben mégsem működött a dolog. Nagyon sok kereskedtem, hogy miért nem. És talán utólag, vagy már így a vége felé jöttem rá arra, hogy, hogy pont a, a jövőkép volt az, ami nálunk különbözött. Mert én nagyon, nagyon próbáltam azt, hogy őt olyanná, hát mondani, megváltoztatni, vagy olyanná alakítani, persze Isten által, mert mindig mondtam azt, hogy, hogy nem megváltoztatni a másikat az semmiképpen, de itt jön szóba az a feltétel nélküli szeretet, mert én egyre jobban feltételekhez kötöttem, hogy ha majd úgy alakul a közös életünk, ha majd mind a kettőnknek olyan hivatása lesz, és persze akkor már felnőttek voltunk. De az akkori párom nem látta azt maga előtt, amit én szerettem volna. És hogyha az illető nem látja a család felé vezető utat, bármennyire is közösek az alapok, és ő is szerette volna, de ha nem látunk magunk előtt párként sem egy szélt, akkor úgy éreztem, hogy külön utakon járunk, és én szerettem volna ráerőltetni azt, hogy de munka, hivatás, család és, és ezek a szempontok. Hogyha ő viszont lassabban halad, és, és hiába imádkozunk érte, jártunk lelki napokra, minden egyre jobban azt éreztem, hogy már nem az a példa illik ránk, hogy amint a, egy gyémán csiszolódunk egymáshoz, és ezek a csiszolódások egyre jobban formálnak minket, hanem konkrétan összetörünk egymásba. És amikor már egy kapcsolat ilyen szinten erőltetve van, az, az már lehet, hogy hátrányunkra válik, nem előnyünkre. És egy idő után ezért kellett kimondani azt, hogy nem akarjuk megváltoztatni a másikat, nem tudjuk úgy feltétel nélkül szeretni egymást, akkor lehet, hogy a jó Isten nem ezt szánta nekünk. Viszont minden ilyen kapcsolat nekem olyan értelembe építő jellegű volt, miután túl tudtam rajta jutni, meg így utólag visszagondolva, tehát nem akkor azokba a pontokba, de, de alakították az én személyiségemet is, és alakítottak azon is a férfiakról alkotott képet, ami viszont sokat hozzá tudott abban segíteni, hogy ne egy naív kislány legyek. Tehát ez mind, mind segítette abban a felnőtté válás útjában. És egyébként ezek között a kapcsolatok között mennyi idő telt el átlagosan? Kérdezem ezt azért is, mert hogy mondtad, hogy ez levont el tanulságokat, de hogy tényleg így egy-egy kapcsolatod után ez így megszületett benned, vagy csak utólag most visszanézve? Így a kapcsolatok között azért én mindig azt mondtam, türelmetlenked sok, nagyon sok idő volt egyedül. Tehát, hogy még az rosszabb, vagy zavaróbb volt, mint amikor kapcsolatban voltam. Lehet, hogy, hogy ez a kapcsolat nem mindig működött úgy, de legalább együtt voltunk. Azért szeretet volt benne. Tehát, hogy egyik sem volt olyan érdekkapcsolat, amiből úgy sérültünk volna, hogy, hogy az fájt. De az egyedül lét, az, az kinkeserves volt. Tehát uh, viccesen szokták is mondani, hogy uram, adj több időt, de most! <laughs> Tehát, hogy azonnal, és, és, és nem időt, hanem türelmet. <gül> türelmet <gül> igen, igen, a, a gyuram több türelmet, de most! <laughs> és, és nálam ez nagyon jelen volt. És uh, olyan szinten, hogy rengeteg sírás és kétségbe esett pillanatom is volt, mert depresszióig nem jutottam el, de ezek mind olyan mélypontok voltak, és talán... Uh, itt mesélem azt a történetet is, amikor egy olyan kapcsolatba is belekerültem, aminél nekem nagyon el kellett döntenem azt, hogy, hogy én ezt akarom-e, mert hogyha ha ebbe én beleélem magam, akkor lehet, hogy, hogy teljesen más utat vesz az életem és én akkor találkoztam ott Istennel olyan, egy olyan mély pontot, ami aztán felsegített engem. Ez egy olyan kapcsolat volt, ami, ami a történetem elejében nagyon jól belecsatlakozik, mert a konkrétan egy rajzfilm karakter jelent meg előttem, amit én megálmodtam. És bár voltak olyan dolgok, amik ilyen tipikus plátói szerelemként mondható, mert azért a, az alapvető szempontjaim, amiket célnak tartottam, az említett vallás, család, tivatás, az, ö, ezek nem voltak teljesen ö, olyan tiszták meg, hogy kipipálhatnám. Viszont szemem előtt láttam azt, hogy, hogy pontosan egy ö, hasonló ilyen kis tiltott szerelembe, egy ilyen tini regénybe csöppentem, és az annyira izgalmas volt, és bár akkor 25 évesen azt mondhatom, hogy, hogy visszacsöppentem a 18 éves vagy 14 éves Rita Inemba, aki végre kielheti magában ezeket. Viszont realizálnom kell, hogy ha, ha ezt viszont folytatom, egy ilyen mondhatni tiltott szerelmet, amit úgy éreztem fejben, hogy ez, ez nem biztos, hogy célra vezető, akkor lehet, hogy nagyon máshol kötök ki. És pont egy pálferi előadást hallgattam meg annó erről, hogy mit döntsek akkor, amikor az ész meg a szív betegszik. Mert akkor én azt éreztem, hogy, hogy végre tombolnak a női hormonok, végre érzem azt a, azt a tipikus ilyen pillangók szállnak, és, és, és nagyon érzem azt, hogy én most szerelmes vagyok úgy igazán. De mi van akkor, hogyha az eszem teljesen más diktál? Hogy akkor, akkor ilyenkor, Spáferi mondta erre azt, hogy ilyenkor mind a kettő sérül. Tehát ez úgy, ahogy van, itt se lesz jó. És ha erőltetem, akkor ez még jobban, még nehezebb lesz. Ha viszont időben tudom ezt realizálni, vagy tenni érte, bármelyre is megy utána az életünk, ezt, ezt akkor ott el kell döntenem. És én kinkeservesen imádkoztam, emlékszem, minden visén bőgtem. Hogy, Uram, most itt vagyok ebbe a döntési kényszerbe, miért nem segítesz rajtam? Itt térdelek, itt állok előtted, és ilyenkor hol vagy? Te tényleg, hogy miért nem mutatod meg egy jelle, hogy jól vagy rosszul döntök? Miért nem lehet ezt konkrétan elmondani, az, hogy amit érzek a, a szerelemben, a vágyakozásomban, az jó, vagy nem jó, megtévesztő, vagy pedig előre segít, és pont most kell a sarkamra állnom, és pont most válok felnőtté. És ő ott maradt a háttérben, éreztem, hogy fogja a kezem, de nem mond semmit. És a Jóisten annyira szeret minket, hogy ő akkor is, ha rosszul döntünk, akkor is, ha jól döntünk, ő mindig velünk marad, de nem erőlteti ránk az akaratát. De akkor volt egy ilyen utána, a szakítás után, egy éves időszakom, amikor én csak kegyelestem ezt a kegyelmet tőle, hogy végre könnyíts a terhemen, ezen a szív súlyán, hogy én felnőtté akarok válni, de ez a döntés ez annyira nehéz volt, hogy, hogy kérlek segíts enyhíteni azt, hogy végre lássam azt, hogy, hogy lesz ennél jobb, és hogy tényleg jobbat akarsz, és ez csak egy, egy olyan lehetőség volt, amit te megmutattál, ami majd formál, de most még nem értem miért. És magában így a, a várakozásban hogy volt veled Isten? Mert most meséltél hogy erről az egy konkrét helyzetről, de igen, igen. szerintem sokan vannak, akik azért már el vannak keseredve, mert ah, már Uram, annyit imádkoztam azért, hogy megtaláljam a, a páromat, az igazi, de még mindig nem jön, és hogy, hogy veled ebben a várakozásban hogy volt ott Isten? A várakozás idejében ami egy ilyen jó hosszan tartó advent, és mindig az volt előttem, talán ti is ismeritek azt a kisrajzos illusztrációt, amikor a kislány szorongatja a kis plüsmaciát, uh -huh. és megjelenik előtte Jézus, akinek hátul van a keze, nem tudjuk, mi tudjuk, hogy mi van mögötte, de a kislány nem látja. És Jézus csak a plüsmaciát kéri, azt a pici plüsmacit. De ő annál jobban szorongatja, hogy én nem adom, ez az enyém is, Jézus, nem adom, nem adhatom oda, hát ez a mindenem és ha tudta volna, hogy mögötte egy még nagyobb plüs mackó van, akkor, akkor örömmel, készséggel adta volna át. És akkor én így voltam, hogy abba a várakozásba, amikor kértem az urat, hogy, hogy csak egy, egy, lehetőséget adjon, egy ismerkedést, mert ebbe az időbe próbáltam azért még több időt fektetni úgy önmagamra, hogy megismerjem a személyiségemet, hogy, hogy tényleg lássam azt, hogy milyen párt szeretnék magamnak, és én hogyan tudok fejlődni a majdani páromhoz, mert ez nem csak úgy van, hogy én kérek-kérek, hanem nekem is bele kell adnom rengeteget. De ott voltak a polcomon, meg a, az asztalomon is rengeteg ilyen párkapcsolati, meg önismereti könyv. Ezekre mindig úgy teljén kintetek, hogy tök jó használat utasítás, vagy egy receptkönyv. De ahhoz, ha ezeket ki akarom olvasni, akkor készülék is kell, vagy éppen főzni is kell. Tehát, hogy ez nem úgy megy, hogy én kiolvasom, és akkor rögtön tudom, hanem, hogy uram, adjál már készüléket is hozzá, tehát egy párt, akin, akin ezt, ezt tudom gyakorolni, Tudunk egymással fejlődni, és nem csak az van, hogy jó, én megszereztem az összes tudást, most már biztos, hogy működni fog a kapcsolat. Tehát ez nem így megy, ez, ez tényleg élőben, és, és mindig minden kapcsolat úgy alakul egymáshoz, amire nem lehet kész receptkönyvet. Viszont nagyon jó segítség volt abban, hogy ezekben a mondani magányos időszakokban még jobban megismerjem önmagamat, és talán ilyen szempontból előnyöm volt abban, hogy míg mások, hogyha mondjuk egy életre találták meg a párjukat fiatalon, és mondjuk tinikorúba vagy fiatal felnőttként is már párjuk volt, és vele töltötték minden idejüket, nem is tudják, hogy mondjuk hogy alakult volna az életük egyedüliként. Milyen tevékenységek, milyen hobbikat űztek volna akkor, hogyha nem mondjuk a párja családjával, vagy közös programokon vettek volna részt. Ilyen szempontból nekem rengeteg időm volt így önmagamra, és, és én ezt szerettem is ezt a részét, viszont még mindig jobb ez, mint hogyha otthon bezárkozva, sírva és, és önmagamat sajnálva. Tettem volna mindezt, és, és a, a könyvekbe fagyit szabálva, úgy, mert merültem volna bele. Szóval ezért tudok másokat is biztatni, hogy, hogy Jóisten Isten ezt egy lehetőségként adja, hogy az, azt az időt, azt az én időre szánjam. Mert utána viszont lehet, hogy lesz. 40, 50, 60, 70 év, amikor már családra, párra, mindenki másra, és biztos, hogy nem lesz annyi én idő, mint most, úgyhogy ez a Jóisten kegyelme, a Jóistennel töltött idő, utólag mondva ez könnyű, akkor a várakozásban sokkal nehezebb, de, de formáljuk ezt az időt is arra, hogy, hogy minél jobban alakuljon az én kép és az Istenbe vetett hitünk. Mm. És volt egyébként olyan, hogy azt gondoltad, hogy neked nem is lesz senki, és egyedül maradsz? Mert szerintem azért ez is így megfordul a, oh, az emberekben. Hogy ne, hogy ne, sőt, hát amikor olyan, olyan ismerősöket látok, akiknél még, még a kapcsolat kis csírája sem volt, és, és vagy, vagy, olyan szempontokat figyelembe véve, hogy, hogy, mások olyan szinten szakítanak, hogy nem tudnak belőle felállni, és akkor egy életre eldöntik azt, hogy ők nem is kérnek vagy az a legrosszabb, amikor ezt is másokon látva, hogy ők direkt azért zárkóznak be, hogy semmiképp se sérüljenek már kapcsolatból. Mm. Tehát hogy ők annyira mm. mély pontra jutottak, hogy akkor inkább kapcsolat nélkül. Ilyen szintre nem jutottam el, tehát hogy én mindig vágytam arra, de, de volt olyan pont, amikor például úgy inoktam meg a nőiességembe, hogy, hogy, hogy én magam sem tudtam eldönteni, hogy minden rendben van nem vele nem olyan szélsőségesen, viszont egy idő után, főleg így az egyetemista időkben így észrevettem a női ciklusaimon, hogy valami nincsen rendben és akkor elmentem kivizsgálásokra, édesanyám rengeteget segítette ebben, amit mai napig köszönök neki, hogy, hogy már akkor odafigyeltünk erre, és ezt, ezt időben észrevettük, de akkor a, a, vérvételi eredmények meg ilyen alapján kijött, hogy tíz évvel ezelőtt már, hát akkor azért nagyon nagy újdonságnak tűnt, hogy ez a enyhe pc gyanú ö, van nálam, ami manapság már majdnem minden másik nőnek mondják, hogy ez, ez jelen lehet. És akkor egyre jobban oda kellett figyelni a táplálkozásra, a sportra, ezekre a dolgokra, csak hogy így a hormonszint rendben legyen, ezek nem ilyen durva kiugró értékek voltak, de éreztem, hogy valami nincs rendben, hogy mintha nem lenne elég női hormonom, és lehet, hogy a férfiak már ezt érzik rajtam, és hogy, és lehet, hogy, hogy emiatt van gond velem, hogy hogy jesszusom, én magam testileg nem vagyok rendben, és, és lehet, hogy ennek a tükre ez az egész. Úgyhogy emiatt volt olyan idő, amikor konkrétan elgondolkoztam, azon, hogy, hogy minden rendben van-e velem, de így utólag el tudom azt mondani, hogy, hogy nem a gyógyszeres kezelések persze hozzájárulhatnak, segíthetik, de a nőiesség, mint az öntudatosság, és a nőiességbe vetett hitünk, az onnan kezdődik, hogy tényleg elhisszük-e magunkról, és viselkedünk-e annyira nőiesen, hogy ezáltal a fejben és a, a szívünkben indul el a hormontermelés leginkább tehát így önmagam számára, és amit üzennék az akkori énemnek, meg, meg akár nőtársaimnak, hogy, hogy figyeljenek oda mindenképp arra, hogy ebbe az időszakban igenis minél többet sportolni, közösségbe járni, minél boldogabbnak lenni a stresszes időszakok ellenére, de hogy pont ez az én idő, és, és pont a, a nőiességre való koncentrálásod odafigyelem, indítja be mindazt, ami, ami aztán segíti, hogy utána meg annyira kiül a szánkra a mosoly, hogy oda már nem kell marketing, az már eladja a férfiaknak az egész női mi voltunkat. Ez olyan érdekes, amit mondasz, mert, mert ez tökre így van szerintem, hogy tudni kell akkor is nőnek lenni, mikor nincsen barátunk, nem? Mármint ez, az olyan, amikor mondják, hogy lehet, hogy valakinek soha nem lesz gyereke, de attól még minden nő édesanyának született, és más módokon meg tudja élni ezt az anyai létet, és ugyanaz, hogy, hogy a nőiességemet tudni kell akkor is megélni, mikor, mikor nincsen barátom, nem vagyok párkapcsolatban. De hogy én is éreztem, mielőtt lett volna barátom, hogy annyian nem tudom, szerelmi energia van benne, hogy már egy várok, hogy valakire egy rá tudjak borítani, vagy nem tudom ez így nem talált, úgymond, utat. Szóval azt éreztem, hogy jó, most hát nagyon kell hogy legyen, barátom, hogy ezt a sok energiát így rá Igen. tudjam tenni. Szóval, egy pozitív értelemben. Igen, ez, ez nagyon igaz. És, és tényleg úgy van, hogy azért sokkal nehezebb egyedül, mert nincs ott valaki, hogy jaj, de szép a hajad, és hogy jaj, de szerethető vagy. És ilyenkor nagyon nehéz így elhinni úgy magunkról. Ez onnan, onnan indul, mint hogyha egy, egy ilyen kártyavárral hasonlítanám, hogyha azt várjuk, hogy majd ott lesz egy másik, aki megállít minket, uh -huh. és akkor egy ilyen háromszögben majd tartjuk egymást, és ha valaki nincsen, akkor pedig széthullik minden, ez is sosem működik, mert akkor mindig az egyik vagy a másik lesz úgyis a földön. Tehát nem kártyavárként kell képzelni, minden kettőnek határozott álló, és, és egy olyan önképnek, és mi voltnak, ami, ami már önmagába tartást ad, és nem a másiktól kell várni a mankót és a támaszt. Pont, én is talán felfelítve hallottam ezt egyszer, hogy ugye van ez a kifejezés, hogy keresem a másik felem. Ja. És hogy mennyire, mennyire, nem jó az, hogyha két fél ember van kap és mm -hmm, hogy igazából két teljes ember tud aztán minőségi kapcsolatba lépni. De ugye ez tényleg szerintem is kellenek ezek, amiket mondtál, hogy a egyedülálló évekbe vagy hónapokba így fejlesszük magunkat, meg készüljünk tudatosan ugye van egy hugod, és neki azért könnyebben ment a párkeresés. Szóval most erről szeretnérek kérdezni, hogy, hogy, ez hogyan hatott egyrészt rád, illetve a, a vele való kapcsolatodra, mert azt gondolom, hogy, hogy még barátnőkkel is, de egy ilyen testvér kapcsolatban talán még inkább jobban ott lehet mondjuk az irítség, a feltékenység, hogy őredes a hugom, aki fiatalabb nálam, és neki könnyebben megy a párkeresés, szóval kíváncsi vagyok erre, hogy ezt hogyan élted meg. Igen, igen, azért... azt elmondhatom, hogy hugommal nagyon jó a kapcsolatom, és mindig jó, jó szempontból irigykedtem rá. Ő úgy találta meg a párját, hogy gimiben osztálytárs, ők így egymásra találtak, és, és tényleg meg sem álltak az oltárig. Náluk is volt nehézség, tehát hogy azért nem, azt a részét nem irédlem, amikor tényleg a kapcsolatban úgy kell együtt felnőni, hogy közben ne sérüljön az egyik, ne sérüljön a másik, és közben ott van az egész osztály ugye a, a, nyakukon, és úgy, úgy kell felnőniük minden mellett, hogy, hogy, felnőttek is legyenek, és ne abba a tini szerelembe maradjanak. Ez nekik egy piszok nehéz volt ez a lépés, de nagyon örülök, hogy meglépték, nagyon örülök, hogy eljutottak a házasságig, úgyhogy innen is továbbra is szurkolok nekik. Az a része viszont valóban igaz, hogy irigy voltam rájuk ilyen téren, hogy de főleg inkább ezt a Jóistennek mondtam mindig, hogy persze neki megadtad. Csak ott volt az osztályban, egy rásra kellett nézniük, és ennyi. Tehát, hogy így nem kellett úgy igazán erőfeszítéseket hozni az életben. De nekik egy ilyen életút jutott, de akkor abban az időben valóban ez nehéz volt. És, és az is, hogy ők fiatalon ismerkedtek, meg is így kellett. Viszont mind a mellett, meg a, a, saját történetemet nézve, míg ők meg mindig együtt töltötték az idejüket, addig én meg mentem társaságba, valamikor persze volt a bezárkózott időszakom, tehát nekem ez ilyen nagyon hullámzó, amikor a húgom kezdett el lögdösni, hogy menjél már, menjél ismerkedni, és akkor is, és, és így próbáltuk azért egymást is ö, sokszor biztatni, bátorítani, hogyha volt ö, egyikünknek, másikunknak olyan mélypont, de azért mégis nagyon különböző, úgymond életünk volt ilyen téren. Tehát hogy körülbelül most kezdhetném úgy összehasonlítani a kettőnk életét, a négy évkor különbség ellenére, hogy hogy most ő is házas, én is házas, és most vagyunk körülbelül egy olyan szinten, ami így élethelyzetben... És egyébként kíváncsi lennék arra is, hogy te hogy találkoztál ezekkel a férfiakkal, akik előző kapcsolataid voltak. Szóval volt-e olyan, hogy online ismerkedtél akár? Vagy mik azok a helyszínek, platformok, ahol egyáltalán lehet ismerkedni? Ez is elég gyakran felmerül szerintem, hogy hol, hol vannak a férfiak, Pontosan hol vannak a nők? Kérdésedre válaszolva volt online is én a gimnázium után, ahogy említettem, akkor mint nagyon introvertált lány voltam, nagyon nehezen tudtam úgy ismerkedni, és úgy gondoltam, hogy ez az online szintéről az hát a könnyebb, mert azért ott mégiscsak ez a csetelésből indult, tehát nem az van, hogy rögtön elrabolnak, vagy ilyesmi, tehát hogy azért volt bennem mindig egy olyan félelem, hogyha rossz helyen, rossz emberekkel ismerkedek, akkor ebbe van egy ilyen hátulütő, és kipróbáltam, tehát hogy, hogy pont azért, mert kíváncsi is voltam, de azért mindig helyén tudtam kezelni. És hát ismerjük az online-nak a hátülütőjét, hogy azért ott is van az, amikor egy szakás kaland meg ilyen húzzák be az embert. Viszont rengeteg erőnyt is tud adni egy nőnek. Mert, mert Főleg mondjuk egy hosszú várakozás időszak, amikor senki nem kacsintott rám, akkor nagyon jó érzés volt az, hogy így napról napra egyre több üzenetet kapok így férfiaktól, és hogy milyen csinos vagy, milyen jó itt a kép, milyen... Tehát, hogy, hogy ezek mind adtak egy pluszlöketet, hogy, hogy azért meglátnak, azért ez jó, és még akkor is, hogyha csak online, és akkor is, hogyha mondjuk kiderül, hogy utólag csak egy kalandra kellek, de már kaptam ilyen kis pozitív, kis impulzusokat, és erre jó volt, még mindig jobb, mint bezárkózni otthon. Viszont egy idő után, és mondhatnám azt is, hogy ugye ez piszkos ez dolog, mert hogy a, a férfiak főleg kihasználják a nőket, de, de, azért nézzük a női oldalát is, mert azért mi is ludasok lehetünk abban, hogyha húspiacként tekintünk rá. Tehát ezek a ide-oda húzgálások, vagy válaszolok, nem válaszolok, és azért összehasonlítva ott a férfiakat, de tényleg már szűrő lista alapján választunk, holott nem is tudjuk, hogy élőben milyen lenne. És egy idő után eljutottam arra a gondolatra, amit Almás Kitti fogalmazott meg, és én utána így radikálisan szakítottam is az online társkeresővel. Ő azt mondta, hogy, hogy főleg azt tapasztalja, hogy az online társkeresőben talált párok, ők rögtön úgy indítanak egy randit, hogy randiként. Tehát nem, nincs benne sosem a pakliban az, hogy jó barátok leszünk. Nincs benne sosem a pakliban az, hogy összefutottunk, és, és smink nélkül látott meg, és itt most nem a smink ellen szólok, de hogy, hogy már rögtön egy olyan maszkot vesznek fel, hogy szép ruha, megadom a módját, ez randiként indul, hát a több lesz belőle, és, és nincsen semmi spontaneitásnak úgy lehetőség. Ez megint egy ilyen radikális, de nekem ez annyira szögen tütött a, a szívembe, fejembe, mindenhol, hogy én utána el tudtam azt mondani, hogy bár volt tapasztalatom online társkeresésben, pozitívumokat is hozott, de én inkább a személyeset akartam. És onnantól kezdve még több eseményre jártam el, és ilyen például a rengeteg lelki nap táborok, tehát ifjúsági táborok, ahol egyébként aztán férjemet is megismertem, úgyhogy nagyon tudom ajánlani a személyes kapcsolatokat amikor volt a 77 offline, meg ima alkalmak, ezek mind olyan tök jó szinterek, hogy, hogy tényleg elég csak elkezdeni valakivel beszélgetni. És az már egy spontaneitást tart úgy magában, amiből lehet, hogy később még ki is alakul valami. Kíváncsi kíváncsiálnék egyébként, hogy konkrétan milyen platformokra regisztráltál föl, most így visszatérve az online társkeresésre. Kezdjem el sorolni a tíz évvel ezelőtt. De hogy engem akár az is érdekel az belül, hogy volt, hogy kimondottan keresztény társkeresőre regisztráltál, ja. vagy ezek Tinder és társai inkább? Vegyesen. Volt, volt a katolikus is, volt a elittárs, meg ilyenek is volt, tehát amikor még nem volt applikáció, uh -huh. meg a, az app is, tehát hogy vegyesen. És nagyon érdekes, nekem pont a keresztényről maradtak úgy rossz összkép, míg, a, míg pont a Tinderből mondhatom az, hogy ott, ott viszont olyan beszélgetésekbe is tudtam belefolyni, ami nem csak arról szólt, ami, hogy hogy már úgy indított egy randit, hogy Figyelj, én oltárig akkor meg sem állok. És... Hú, ez ez de, azért elég ijesztő. Igen, Dehát, hogy, mm. de ez az én személyes. Tehát hallottam tök jó mm. példákat, és láttam tök jó példákat is, amikor a keresztény társkeresőkből tényleg aztán házasság lett, és nagyon örülök, meg rengeteg ismerősöm van, akik tényleg bármelyik online társkeresőből aztán már család, gyerekek, minden van. Tök jó példák. Én, én azért mondom, hogy én előnyét is látom, de azt is láttam belőle, amikor az említett olyan szinten elvakultan vadászösztön indul be a nőknél, ami nem biztos, hogy jó célra vezet. Igen, talán a keresztények így csúsznak el, nem, hogy így, hogy túl komolyan veszik már ezt, Igen. hogy ennek Igen. házasságnak kell hogy legyen a vége, mert én nagyon tudatosan randizok, és ez önmagában nem egy rossz gondolat, de nem az első randin kell ezekkel Pontosan. a kérdésekkel már érkezni. Oda. Nem ott kell elköteleződni, tehát arra lesz, Igen, lesz pár év. Az előbb ugye említetted, hogy, a, hogy férjedet egy táborban ismerted meg, kérlek mesélj erről bővebben, hogy, hogy hogyan kezdtetek el ismerkedni egymással. Igen, hát itt csatlakozik be, amiről kezdtem mesélni, hogy személyesen ismertem meg a férjemet, de úgy, ahogy nem gondoltam volna, tehát, hogy én már öt évvel ezelőtt már megismertem egy fokorárói ifjúság táborában. Ezt a tábort minden évben megszokták rendezni különböző helyszíneken, és mindenkinek nagyon tudom ajánlani zseniális tábor, ahol a hitünk egy gyakorlatban is meg tudjuk élni, és nem csak a... 24 órán át ülős, elmélkedős lelki napokról szól, hanem pont az, hogy gyakorlatban egy táborként és, és nagyon önfeledten szoktuk ezt megélni, és, és ott ismertem meg már 2015-ben, és akkor még csak beszélgettünk. Tehát olyan volt, oké, okay, egy csoportba kerültünk, összes többi 200 emberrel, akikkel ott voltunk, tök jól beszélgettünk. Aztán újra találkoztunk egy táborban, aztán megint, és 2019-re alakult ki az, hogy így... így ennyit a szemünk a csipánk, hogy amúgy lehet, hogy benne van úgy potenciál, de hogy így előtte egyáltalán nem. Tehát nem, nem is volt bennem az a kérdőjel, hogy, hogy esetleg. Tehát hogy valahogy a jóisten akkor még azt gondolta, hogy bemutatom őket egymásnak, de még formálni kell, még tapasztalat kell mindkettőjüknek. A Tomi ugyanezt érezt, hogy akkor neki volt is ő, valaki -e. én még lehet, hogy nem értem meg olyan szempontból, hogy felfigyeljünk egymásra. Viszont akkor ott 2019-ben János Halmi táborban, és utána követő randinkon, már egyre jobban ért bennünk a dolog, hogy, hogy ez több is lehet. Egészen addig én olyan szinten nem hittem ebben a barátságban kialakuló szerelemben, hogy, hogy így, á, lehetetlen. Mert ugye nincs ott egy parányi szikra, egy olyan kis lángolás, hogy én megláttam, és azt mondom, hogy az ez egy jó, jó srác, ez így, így, így elkezd érdekelni, meg úgy, úgy. Tehát nem indul be bennem ez a rossz, rossz névem, vagy csúnya szóval vadász ösztön, akkor ez olyan, mint hogyha ha még csak takaréklánokon kezd el égni a tűz. És mi van akkor, hogyha ez csak ilyen takarékon marad, nem kezd fellángolni, mert aztán a, amikor már úgyis több éven át vagyunk, akkor úgyis csak lejjebb megy. És, és a szörnyű, hogyha már ilyen, ilyen kis uh, pici lángról indul az egész. És én ezért féltem a kapcsolatunk elején nagyon ettől. És uh, nagyon sokat imádkoztam pont ezért a Jóistenhez, mert hogy, uram, hát tudod jól, hogy nekem ott vannak ezek a kis álomkaraktereim, persze addigra felnőttként ez teljesen átformálódott, de azért a szempontok mindig ott voltak, és mondtam is, hogy hát végül pipa, 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 ez egyébként tök jó alap lenne, de miért nem lángolok, miért nem érzem azokat a pillangókat is, és, és kértem azt, hogy uram, ha adtad nekem ezt a kegyelmet, hogy megismertem ezt a fiút, és elkezdett, elkezdett érdekelni, akkor add meg kellek azt a vonzalmat is, hogy úgy, úgy igazán, mert ez nem, nem arról szólt, hogy nem vonzódtam volna hozzá, hanem meg nem, nem lelkesedtem volna, mert, mert minden egyes átváltáskor azért dobbant egyet a szívem, és, és igazán vártam a találkozókat, de hogy miért nem éreztem azt, hogy ez tuti befutó szerelem lesz, és ebből ez, ez úgy igazán. És aztán a... A jóisten megadta ezt, és az az érdekes, hogy hogy így fél év után én még jobban szerelmes voltam, mint amiből indult. És azóta is elmondhatom azt, hogy teljesen szakítottam ezzel a gondolattal, hogy egy, egy akár a házasságban, akár a kialakuló szerelemben, így a csúcsról indul, és utána csak lejjebb. Lehet, és ezt utána olyan házas pároktól is hallottam, akik már 50 éve, 30 éve, vagy akár még több éve együtt vannak, hogy ez nem olyan, ez ilyen, ilyen tök jó hullámzó. Tehát 50 évesen is meg lehet élni olyan pontokat, hogy a fellegekben ér, érzik magukat. És a szüleimen is látom, hogy miután mi gyerekek kiszálltunk a fészekből, ők olyan szinten most élik azt az igazi felnőtt. De, jó, már, szóval de hogy, hogy igen, tehát hogy én annyira örülök, hogy újra társaságba járnak, úgy igazán kikapcsolódnak, egymásra fókuszálnak, és lehet, hogy nehéz, hogy már nem vagyunk ott, de úgy, úgy most igazán újra együtt vannak, és nem, nem úgy hirtelen a semmiből zuhant rájuk azt, hogy újra egymásnak maradtunk, újra ketten ebben a házban, mit csináljunk most egymással, hanem újra fellángolt az, ami persze eddig is volt, de hogy úgy jó rájuk nézni. És hogyha tényleg ilyen a, a házasság, és, és, nagyon kívánom, hogy mindenkinek, és a, a milyen is így nézzen ki akár több évtized múlva is, hogy nem kell az elején annyira keresni azt, persze mindig, mindig jó, mert hogyha, ha, ha viszont nincs, ami megmozdulna bennünk, akkor nagyon nehéz a, a, a döntéseket is úgy meghozni. Viszont pont a János Halmi szlogenünk szólt úgy, amit aztán az esküvői meghívóra is ráírtunk, hogy döntöttem, szeretek. És ez tényleg a döntésből indul. Hogy akkor én döntöttem, hogy meg akarom ismerni Tomit, és utána Jóisten megadta hozzá azt a kegyelmet, hogy ezt utána egy életen át kíséri. Annyira jó, hogy ezt elmondtad, mert uh, szerintem sokan hiszik azt, hogy ennek csak egy útja lehet, meg hogy tényleg várnak erre a szikrára, vagy nem tudom erre a belobbanásra, és hogy, hogy nektek is, meg egyébként én is tudok ehhez kapcsolódni, hogy nem az ilyen, ahogy a nagykönyvben meg van írva a kapcsolat volt és hogy én is egyébként a párommal úgy jöttem össze, hogy barátságból indult. És még azzal egészíteném ezt ki, hogy nekem az különösen jó volt ebbe, hogy tényleg pont az, amit te is mondtál, hogy nem egyből randiztunk, hanem csak beszélgettünk, és hogy annyira önmagam tudtam lenni, hogy nem volt semmilyen megfelelés, hogy most akkor, jaj, mit, mit gondol rólam, hanem tényleg így önazonosan Pontosan. tudtam beszélni magamról, meg, meg látni őt, úgyhogy nem feszül rá az egészre. Igen, igen, meg a, a, másik pont, amit mondtál, hogy, hogy nagyon érdekes úgy megfigyelni mondjuk a másikat, hogy nem velem beszélget, hanem másokkal. Tehát pont egy ilyen táborba tök jó lehetőség volt az, hogy ott nem összezárva voltunk ott pár órán keresztül, még egy randi tart, hanem láttam azt, hogy haverkodik más rácokkal, közben beszélget más nőkkel, és, és hogy úgy megfigyelni mondjuk egy játék közben, hogy én kis külső szemmel ilyen helyzetekbe is látni. Míg pont mondjuk egy online társkereső, vagy egy annyira, ami már konkrétan Randinak indul, ott nagyon-nagyon kevés szituáció van, amikor úgy ismerni meg a másikat, hogy tényleg, hogy önmagai, nincs mm. benne a gondolataiba az, hogy jaj, engem néznek, látnak, és hogy akkor úgy kell viselgetnem, és pont az jobban be tudja feszíteni a, az Igen, embert Igen, ez egy is. ilyen nagyon direkt dolog. Igen. És akkor mondtad, hogy fontos pontja volt az, hogy meghozd a döntést, hogy, hogy ő vele akarsz élni, de hogy mi, mi segített ahhoz, hogy akkor igen, ő az. Szóval, hogy mi volt más mondjuk a többihez képest, amiből ezt tudtad. Nagyon nehéz azért megfogalmazni azt, hogy mi alapján tudja eldönteni egy nő, hogy ez egy életre szóló szerelem, vagy meg, meg ezt szerintem soha nem is lehet tudni. De az már, hogy a Jóisten megadta hozzá a kegyelmét és a házasság szentségét, ez hiszek benne, hogy ez már elég löket volt hozzá. De ma, ami a döntésig és a jegyesség alatt elvitte ehhez, nem mondanám, hogy az is egy ilyen egyszerű út volt, mert ott is nagyon sok döntési helyzet, tehát a döntésben is sok döntési helyzetet kellett meghozni, de, de számomra, Tomi, azért már attól is különleges volt, hogy ugye az előző kapcsolataim és nem szoktam azért összehasonlítani, nem is jó szokás összehasonlítani, de adott ezáltal a, a, az előző kapcsolataim által egy olyan tapasztalatot, hogy nem naív kislányként tekintettem a házasságra. Nem úgy néztem rá, hogy a mi kapcsolatunk az törhetetlen, mert hogyha megvannak ezek az alapok, akkor ott ne, semmi nem sérülhet, és pont az ugye az említett kapcsolat, ahol még a vallási gyökerek is egyeztek, mégsem tudott működni, és pont azért féltem attól, hogy hogy ennek ellenére is meg tud törni, hogyha van egy-egy olyan dolog, amiben nem tudunk egyezni. Tehát, hogy nem naívan álltam a házassághoz, hanem benne volt az a pakliban, hogyha az előző kapcsolataimban is volt, ami tönkrement, akkor nehogy a házasságomban is. Ugyanakkor ott az új ifi táborban a Tomi akkor figyelt fel rám, amikor egy előadó atyától azt kérdeztem meg, hogy mit jelent pontosan a feltétel nélküli szeretet a kapcsolatban? Mert Mark Chancernek volt egy olyan nagyon jó gondolata, ami minket elkísért, hogy, hogy a feltétel nélküli szeretethez feltételekkel teli kapcsolat kell. És ez engem annyira megfogott, és ezt kérdeztem az atyától, hogy ezt hogy, hogy kell értelmezni pontosan. És utólag én azt tudom mondani, hogy ez kell a házassághoz. Mert egy, egy feltételeket teli kapcsolat ugye áll abból, hogy ne csaljuk meg egymást, ne, ne tegyük tönkre a másikat. Csomó feltételkezi. Jézus is azt mondta, hogy, hogy ő megváltotta a világot, megváltott bennünket, örök üdvösséget szerzett, aki hisz benne. Mondhatni egy, egy feltétel, feltétel de, de, hogy, de hogy Jézus a, a szeretetét nem feltételhez köti, de az üdvösségünket, úgymond a saját érdekünkben, igen. Tehát, hogy a, a kapcsolat is feltételekből áll, és, és igenis ö, erre nagyon figyelni kell, hogy a másikat ne törjük meg. Ugyanakkor, amit említettem, hogy nem változtatom meg a másikat, mert én úgy szeretem, ahogy van, és ettől függetlenül tényleg változunk, csiszolódunk folyamatosan, de nem az lebeg a szemem előtt, hogy a másikat csak úgy tudom szeretni, ha. Tehát a Tomit, meg a Tomi is engem úgy tudjuk a másikat szeretni, hogy ezt nem kötjük feltételhez. És bár a kapcsolatunkban sok a feltétele, ahogy említettem, meg szerintem minden kapcsolatban nagyon szükséges, ugyanúgy a határok, mint ahogy gyereknevelésnél, meg, meg bármilyen téren az élet szempontjából, de, de, a szeretet az, az krisztusi módon kell, hogy legyen. És szerintem ez egy olyan, amit, hogyha egy pár meg tud élni, látja a jövőt maga előtt, és tényleg célokat tűz ki, mondhatni, akár gyerekkel, akár gyerek nélkül, de a jövőbe tekint, és vannak közös céljaik, akkor ez, ez már egy olyan kiinduló pont lehet, ehhez már csak a jó Isten áldása kell azért irigylem azokat az embereket. Hogy vannak olyan típusú emberek, nem akik így, jó, eldöntöttem, kész. De... Vannak. Én azért olyan vagyok, aki úgy elég így az ilyen fontos döntéseknél, hogy sok kételjön fel bennem. Persze, szóval. Persze. Ö... És igen. ez normális is szerintem. <laughs> meg is igen. csak egy életre szóló döntést hozol meg. Ugye... Igen, nagyon is. És... Hát Nagy bálinnak van a könyve is a döntésről, és azt is nagyon tudom ajánlani, mert ő az, aki nagyon részletesen, nagyon jól tudta megfogalmazni az, hogy a... Isten ott van a döntéseinkben, és az ő útját járjuk azokkal a döntésekkel, kiimádkozzuk ezeket, akkor, akkor ott lesz velünk végig. És ugye, amikor én ki akartam erőszakolni a döntést, hogy Jó Isten segítsen nekem meghozni az igent, vagy a nememet, akkor nem, nem tudott úgy velem lenni, és, és és bár fogta a kezemet, de ő sosem fogja ránk erőszakolni, ezt mindig magunknak kell meghozni, és utána az élet igazolja úgyis a következményét, tehát amilyen magot elvetettünk, olyan fog majd kicsírázni. Mm. Hát meg ha nagyon nem akarná, akkor még nyilván ott van a jegyesség, az is pont erre való nem. Hogy az azt nagyon is. Azt is tehát, hogy pont ezért fel. én nagyon tudom, tehát mi két évig voltunk jegyesek, és ez az idő mind nagyon sokat segített abban. Hogy a jegyesség az nem arról szóljon, hogy milyen esküvőt akarunk, meg, hogy hogy építjük fel az egészet, hanem tényleg azzal foglalkozni, hogy mi milyen jövőt képzelünk el, hogy lesz úgy a másik, hogyan tudunk jó férj, és jó feleség lenni. És ez egy olyan fontos időszak, amit érdemes kihasználni, mert, mert hogyha olyan döntésbe kényszerülünk, akkor inkább most hozzuk meg azt a döntést, mint utólag, amikor már minden más befolyásoló tényező, akár egy gyerek mellett, akár más külső hatására, de, de felbomlik, mert, mert nincs benne olyan erő és összetartás. Hú, annyira jó, amit mondasz egyébként, mert szerintem nagyon sok párnál van az, hogy csak az eskőre készülnek, és amúgy elfelejtik, hogy több évtizedig tartó házasságra Igen. is kéne készülni, sok szempontból. Igen. És egyébként, bocsánat, csak hogy jártatok jegyes oktatásra, vagy ott nem tudom, hogy volt-e ilyenben részletek, mert ott is ugye azért felhoznak olyan kérdéseket, amik, amik aztán meghatározóak lehetnek. Jártunk jegyes felkészítőre, viszont mi úgy, hogy. Három ilyen párkapcsolati kurzuson is részt vettünk, például a katáékkal, 70 es katályéknál, amikor volt a túlinván, hát akkor mi egy hónapos párként jelentkeztünk be, hogy amúgy minket érdekel, tehát Tomi HR-es vonalon meg én is nagyon szeretem az önismereti témákat, meg minden ilyet, hát miért ne vegyünk részt ezzel, még akkor is, hogy a kapcsolatunk elején járunk akkor még nem is mondták, hogy ez amúgy megfelel egy jegyes oktatásnak, tehát hogy így utólag közölték, de hogy azt is elvégeztük, nagyon sokat épültünk belőle, meg részt vettünk a mécs napokon is, az is nagyon sokat segített, ez a két napos intenzív mindent átbeszélni. Jegyesként mentünk oda, és mégis elakadtunk egy-egy olyan kérdésnél, amit mondtuk, hogy na jó, azt mindenképpen meg kell beszélnünk részletesen, mert tudni akarjuk a másikról, és hogy utána ezekkel a szempontokkal haladjunk tovább, úgyhogy ez nagyon részletes, nagyon ajánlom mindenkinek. Valaki tudta utána egy, együtt folytatni, valaki viszont pontot érkezett egy olyan válaszfalhoz, hogy megtudták egymásról az olyan dolgokat, amivel nem tudtuk azonosulni például. Tehát ez is egy nagyon hasznos dolog volt. És itt a te ugye 30 éves voltál, amikor megházasodtál. Három hónappal. Késtem le, úgy vagy mondjuk, nem. a 20-as éveimet. De akkor már 30 voltál. Igen, Én. igen, igen. És hát azért kereszténykörökben gyakran találkozunk szerintem azzal a, az elgondolással, hogy az az ideális, ha a 20-as éveink elején házasodunk. És nem tudom, hogy neked személyesen nem volt-e nehéz elfogadnod ezt, hogy, hogy van egy idea, aminek te nem feleltél meg, illetve hogy emiatt Kaptál-e negatív kommenteket, hogy hogy még nem házasodtál meg? Hál' Istennek elmondhatom, hogy én ilyennel nem találkoztam. Tehát, hogy az, az így, mivel úgymond ez nem tőlem függött, egy házasságot nem lehet kierőszakolni, főleg nem egy megismerkedést, és én nem voltam olyan, aki mondjuk így eldöntöttem volna, hogy a biológiai órám eddig tart, és akkor, hogyha azon túl nem, akkor aki bárkivel összeállva, tehát hogy nem voltam sosem így az érdekkapcsolatok híve, hogy csak azért, mert hogy, hogy muszáj volt, meg azért 27 évesen már megismertem a Tomit, és akkor már így úgymond jobban láttam magam előtt a, a, célt, és akkor így már, így már jobban körvonalazódott minden. Nem tudom, hogyha most 30 vagy Később, hogyha 40 évesen ülnék itt veletek, akkor mit mondtam volna, meg hogy alakulna az életem, de én azt mondtam, hogy hogy másoktól nem kaptam erre megjegyzést, se keresztény körbe, se, se más körökben. Ami viszont érdekes, és az arra viszont így, így, emlékszem, hogy azt viszont így büszkén vállaltam, hogy például pont a világi munkatársaim kérdőjelezték meg, meg így furcsán néztek, hogy micsoda, mi csak házasság után fogunk összeköltözni, hogy hogy előtte, bár sokat találkoztunk, meg rengeteget voltunk együtt, Tomi albérletébe is töltöttem el úgy időt, hogy, hogy úgy, úgy, sokat voltunk együtt, de hogy az összeköltözés, összecuccolás, inkább úgy fogalmaznám, az nekünk tényleg csak akkor, amikor megvolt a közös kis házunk, és együtt költöztünk oda be. És olyan szempontból én mondtam nekik, hogy nekem ezt teljesen, én előnyként fogom fel, nem az, hogy egy próbatétel elé állítjuk a másikat, mert én, én láttam azt, hogy ő, ő, hogy viselkedik otthon, munkahelyen, hogy viselkedik bármilyen más közegben. Nekem nem kell azt látnom azt, hogy tényleg, amikor ott együtt vagyunk, és a mosogatógépe pakolunk be, hogy akkor tényleg ő úgy csinálja, -e vagy sem. Tehát, hogy ezek olyan dolgok, ami nekem nem volt olyan létfontosságú, viszont az, hogy úgy költöztünk össze, hogy nem mondjuk egy, mondjuk nem az ő lakásába költöztem be én utólag, és én hoztam úgymond megtört vendégként az új szokásaimat, és nem az ő ottani kis légkörét alakítottam át, hanem mind a ketten hozzuk a saját szokásainkat, és úgy alakítjuk egymáshoz, egy új szintéren, tiszta lappal alakítjuk az életünket, egy új otthont. Ez nekem előnyt jelentett, és én ezt büszkén vállaltam a kollégák meg ismerősök előtt, hogy mi ezt ebbe így beleálltunk, és ennek mai napig örülünk, hogy ezt emellett döntöttünk. És egyébként láttad annak valami előnyét, hogy tényleg nem 20-as éveid elején házasodtál mondjuk, hanem később érettebben, nem tudom, hogy, hogy mi az, ami szerinted előny lehet mondjuk a keresztény átlaghoz vagy normálhoz képest? Nekem olyan szempontból, de ez megint csak a saját példám. Tehát, hogyha ha elmondhatom azt is, hogy mondjuk a, a saját hibám, vagy a késői érettségem miatt házasodtam meg, akkor ezek a, az előző kapcsolataim, meg, meg az az életút, amit jártam, ez mind hozzásegített, segített, és lehet, hogy ehhez, ezek az évek kellettek. Tehát hogy én ezt tólag nem tudom elmondani. Lehet, hogy én ha, ha Tomival már akkor 2015-ben már úgy alakul az életünk, akkor lehet, hogy, hogy én már 25 évesen oltárhoz állok, vagy más lett volna az életutam, lehet, hogy akkor is már úgy tudok itt ülni, meg már akkor és olyan éretten. Osztálytársaimon is láttam, meg, meg olyan ismerősöket, akik tényleg 20 éveikben mentek férjhez, és nem mondhatom azt, hogy ők mondjuk hátrányan indultak, vagy hogy másképp kellett formálniuk. Én azt mondom, hogy így alakult az életem, így lett egy olyan önképem, lett egy olyan hivatásom, egy olyan munkahelyem, és, és közben egy olyan, olyan tudatom is, hogy tényleg felnőttként tudtunk oda az oltár elé állni, nem másokon, vagy szülőkön támaszkodva, vagy olyan élethelyzetben, ami miatt még más döntés kellett volna meghozni, vagy például otthon lakva, tehát így, így 30-es éveimre mondhatni elértük azt, ami miatt meg tudtuk ezt teremteni. De azt is tudom mondani, hogy ezeket nem kell elé, Tehát a házasságnak nem feltétele az, hogy, hogy legyen autó, legyen ház, legyen minden meg legyen ahhoz, hogy ezt elérd, és csak akkor biztos magába az ember. Viszont ott van mellette egy olyan pont is, hogy ha ezeket az ember meg tudja magának teremteni, akkor nem kell azt mondania, hogy mondjuk egy megalkuvás miatt, vagy pedig azért, mert mert mondjuk egy olyan, olyan kényszerbe került volna, hogy, oh, csak ezáltal lehet önálló. Tehát, hogy ez engem hozzá segített, akár az érettséghez, vagy az önállósághoz, de nem mondom azt, hogy ez, ez biztos feltétele lenne, és meg kell lennie. És mit mondanám most a, annak az énednek, aki még ebbe a párkapcsolati zűrzavarban, keresésben és bizonytalanságban van benne? A legfontosabb szerintem a türelem és a jó Istenbe vetett remény. Ez szerintem egy olyan dolog, amit, amit így utólag könnyű mondani magamnak, és mondjuk megüzenni az akkori 10-20 éves énemnek. Főleg azokon a mély pontokon, de azért én mindvégig hittem benne, még, még, akkor is, amikor ott könnyek között térdeltem a, a, padban, és kértem azt a jelet, hogy adja meg, és kértem azt az időt is, amikor, amikor magányos voltam. Kértem akkor is az urat, amikor úgy éreztem, hogy nincs minden rendben velem, még akkor is, hogyha ha egyébként készen álltam, és úgy éreztem, hogy én szeretném, szeretném a szerelmet, szeretném megtalálni az igazit. Én végig azért azon az úton jártam, és úgy éreztem, hogy sosem tértem le annyira, hogy ne tudtam volna visszajönni, és letértelni elé. És ennek ellenére mégis egy olyan rögös utat kellett bejárnom, amit úgy éreztem akkor, hogy ez nem volt fair. De mégis minden tapasztalat hozzá segített ahhoz, aki ma vagyok, és akiként itt ülök veletek. Hogyha már csak egy Mondhatni egy embernek, egy, egy női társamnak, bele bárkinek segíteni tudok a történetemmel, erősíteni benne a kitartást, akkor azt mondom, hogy megérte. De nagyon nehéz persze ezt így kimondani, mert akkor ez nagyon nehéz, de azt is elmondhatom, hogy az esküvöm életem legszebb napja volt, hm. de a leges legszebb, amit kívánhatnék, és pont ezért. Az még ha csak az az egy nap is, de, de utána minden egyes nap, amit a házasságban a szeretett párom mellett ébredve eltölthetek, és bármelyik pillanat az olyan, hogy, hogy Uram, hogyha emiatt kellett, és ahogy te is szenvedtél a kereszten, úgy nekem is kellett szenvednem a, az előző kapcsolatokban, vagy pedig a magányos időkben, amikor úgy éreztem, hogy nem voltál velem. Ez hát a szenvedés mind hozzájárult ahhoz, hogy most ilyen, ilyen boldognak mondhatom el magam, akkor, akkor legyen meg a te akaratod, és akkor így járom végig az utat és elmondhatom azt, hogy, hogy tényleg megérte, és, és azt is remélem egyébként, hogy a, azok a kapcsolataim, amik nem működtek, de, de azoknak a férfiaknak mind azt kívánom, hogy, legyenek tényleg olyan boldogok, mint amilyen most én vagyok, és tényleg ezt szívből kívánom, hogy, hogy találják meg annyira a társukat, ahogy én megtaláltam. És akik még most vannak egy ilyen kicsit elveszettségbe, reménytelenségbe, nem találják a párjukat, nekik mit tudnál mondani bátorításként? Onnan kezdeném, hogy a, amit mondtam is, hogy türelem, és közben úgy boldognak lenni, hogy nem másiktól várni azt a boldogságot. Mert minden életszakasznak megvan az a rögös útja, hogy nem ahhoz kell kötni a fel, a boldogság feltételét, hogy ha majd lesz párom, akkor rendben leszek. Mert amikor lesz párod, akkor lehet, hogy az lesz a baj, hogy nem így csinálja a dolgokat, ő intézi, vagy vagy éppen miatta át kell formálni az egész életet, akkor annak az a baja lesz meg, tehát annak az időnek az a lépése van, hogy, hogy akkor lehet, hogy az fog zavarni, és attól nem leszel boldog. Amikor gyerek lesz, akkor nem tudsz önmagadra figyelni, akkor lehet, hogy azért nem leszel boldog. Tehát azt tudom üzenni, hogy keresétek a páratokat, először keresétek meg az önmagatok boldogságát, akár egy hobbiban, teljes egyetek ki most annyira, hogy, hogy érezzétek, hogy ez az idő, ez rátok van, és a Jóistenre szentelve. De akár a szüleitekkel, a barátaitokkal, mindenki mással, mert utána meg abba csöppentek bele, hogy már nem lesz idő se barátokra, se másra, mert már annyira tele lesz a munka, meg minden miatt az élet, hogy hogy akkor a, a, az iskolai, egyetemi és minden más idő, ami ami rátok van szentelve, az, azt használjátok ki. Viszont a türelemre arra nagyon nehéz jó bátorítást mondani. Van egy nagyon böcs ö, olyan idézet, amit talán gondolnátok, hogy a Bibliából fogok idézni, de nem. Hanem a, én emlékszem, hogy az egyetemi idő alatt, amikor a sok ZH meg minden között már annyira tele volt a fejem, hogy akkor én belekattantam. Az így jártam anyátokkal sorozatban, és abban volt egy ilyen idézet, ami viszont annyira belém égett, és annyira elkísért, hogy akkor nekem az adta meg azt a löketet, hogy, hogy igenis van remény, ami úgy szólt, hogy... Tudom, hogy fárasztó várni, és lehet, hogy még várnod is kell egy kicsit. De úton van hozzád, és hidd el, ide fog érni, amilyen hamar tud. És ez a mondat, a szereplő, aki mondta a főhősnek, ő pont így mondta olyan átéléssel, mint hogyha nekem szólt volna. Hm. És ez a mondat annyira a szíven ütött, hogy nekem akkor ez adta meg, hogy, hogy igenis megéri várni. Úton van hozzád, és ide fog érni, amilyen hamar tud. Szuper, nagyon köszönjük neked, Rita, meg szóval köszönjük tényleg ezt az őszinteséget, meg ahogy rád nézek, nagyon ezt a ragyogást látom rajtad, hogy, hogy ez teljesen igaz, amit mondasz, hogy mennyire boldog vagy ebben a kapcsolatban, hogy, hogy megérte várnod Tomira, és hogy megérte ez a, ezek a szenvedések, vagy nehézségek, amik így előtte voltak az életedben, szóval, szóval köszönjük, hogy itt voltál, és tényleg öröm, öröm látni téged. Én is nagyon köszönöm ezt a lehetőséget, mert, mert tényleg így mondhatni előttem is egy olyan szakasz lezárul, aminek ez a beszélgetés egy ilyen nagyon jó kerete, és egyszerre nekem is nagyon jó volt ezeken a kérdéseken gondolkodnom, újra átélnem közben, ami, ami, rossz is volt, ami jó is volt, és, és pont ezért hálát adnám jó Istennek, hogy egy ilyen életutat járhattam be vele, mellette, és, és csak is bátorítani tudok mindenkit, hogy a Jóisten jót akar nekünk szállni mindig, és mindig egy óriás ajándékot akar adni, de mi még ezt nem tudjuk, és valamilyen szempontból ez jó is, mert írtó nagy meglepetéseket tud ez által szerezni, és bármennyire is, hogyha mi pontan is vagyunk, akkor is onnan fel tud emelni, csak nagyon-nagyon bízni kell bennem, még, még ha néha hülye ötlentek is tűnik. Nagyon köszönjük, hogy itt voltál, és veletek pedig találkozunk a legközelebbi adásban. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.